Óriási botrány robbant ki Brazíliában, miután kiderült, hogy egy 94 éves nő oltóanyag helyett valójában semmit nem kapott. Ráadásul a dél-amerikai ország több államában is videóra vettek hasonló eseteket, ahogy üres injekciós tűvel szúrják meg az embereket az egészségügyi dolgozók. Ez csak megnehezíti a dél-amerikai ország dolgát, ahol az elmúlt hónapokban egyre romlott a vírushelyzet, már több mint 250 ezren haltak meg a vírus következtében. Hatalmas botrány robbant ki Brazíliában, ahol egy 94 éves nő koronavírus elleni oltásra érkezett, ám oltóanyag helyett valójában semmit sem kapott. Családja videóra vette az esetet, így lett gyanús, hogy valami nem stimmel, és jelentették a történteket a rendőrségnél. A helyi hatóságok megerősítették a csalást, a hamis oltást beadó egészségügyi dolgozót pedig bíróság elé állítják. Az eset nem egyedi, ráadásul Brazília 4 államából is jelentettek hasonló ügyeket. A rendőrség azt gyanítja, a hamis oltások mögött vagy vakcina ellenes személyek állnak, vagy a valódi, ám így fel nem használt fiolákat később a fekete piacon akarják eladni. Amennyiben bebizonyosodik a hűtlen kezelés vágya, a csaló egészségügyi dolgozók akár 12 év börtönbüntetést is kaphatnak. Az oltási csalás ügye tovább nehezíti Brazília amúgy sem könnyű helyzetét. Az országban nemrégiben felütötte a fejét a koronavírus egyik új mutánsa, aminek következtében 2021-ben már többen hunytak el a koronavírusban, mint tavaly egész évben. A kórházakban is kritikus a helyzet. A 26 szövetségi államból 12-ben 80% felett van az intenzív osztályok telítettsége. A dél-amerikai országban eddig nem vezettek be korlátozó intézkedéseket, ám a helyzet súlyosságára való tekintettel a múlt héten több várost, köztük a fővárost is lezárták. A vírus új variánsa nagyon ellenálló és gyorsan terjed. Nem volt más választásunk, mint drasztikusan korlátozni az emberek közötti kontaktokat, különben az egészségügyi rendszerünk összeomlana, jelentette ki São Paulo állam járványügyi koordinátora. A lakosság viszont nem nézte jó szemmel a korlátozásokat. Brazília városban vasárnap utcára vonultak az emberek, hogy a bevezetett teljes lezárás ellen tiltakozzanak. A tüntetők azt skandálták, dolgozni akarunk. Maga az elnök, Jair Bolsonaro sem ért egyet a lezárással. A hétvégén tartott sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy azok a kormányzók, akik lezárják az államukat, nem részesülhetnek a kormány vészhelyzeti támogatásában. A dél-amerikai országban az oltási kampány sem indult fennakadások nélkül. A kormány eleinte csak az AstraZeneca-val kötött szerződést, így késve tudták elkezdeni a lakosság beoltását. Február végére azonban a legtöbb 80 év feletti brazil már megkapta a vírus elleni oltóanyagot. Nagyon jó érzés, hogy végre be vagyok oltva, csak így tudtunk tenni az egészségünkért, és mindenkinek így kéne cselekednie. Oltassák be magukat, hordjanak maszkot, és mossanak gyakran kezet, mondta boldogan ez a 81 éves asszony, miután megkapta az oltást. Hamarosan az ország többi tagjához is elér a vakcina. A brazil kormány Kínától vásárol vakcina alapanyagot, amelyből a saját gyáraiban fogja készíteni az oltást. A tervek szerint így körülbelül 100 millió dózist fognak tudni előállítani júniusig.